Az átfogó szennyvízberuházást már 10-15 éve tervezték csengerben. A közelmúltban 1 milliárd 880 millió forint pályázati forrást nyerte a város önkormányzata, 400 millió forintból új tisztítót építenek, a többi támogatást a teljes hálózat kiépítésére fordítják. Csengerben korábban 8%-os kiépítettség volt, tehát a főutcán volt, a mellette lévő utcákban volt szennyvízsatorna, és a többi részen sehol nem volt. És ez jelentette azt az óriási gondot, hogy a, sajnos az emberek, mivel nem tudták hova elvinni a szennyvíziket, az akkori biomódul 300-as tisztítónk alig tudott szennyvizet tisztítani, ezért nem mindenki tudta tengelyen beszállítani a szennyvizet, és, és, ugye így természetesen talajvizekbe attól függ, kinek mert ugye elcsordogált ez a szennyvíz. Sönger vezetése fontosnak tartja továbbá a turizmus fejlesztését is, ezért a vízügyi igazgatósággal és szatmárnémeti önkormányzatával közösen pályázott kerékpárút építésére. Ez a kerékpárút Szatmárnémeti, Csengert érintve Tunyogmatta, vagy fehér Gyalma, talán haladna el a Szamos bal oldalán, csenger után pedig a Szamos jobb oldalán a gáton halad tovább. Már itt a mi térségünkben elért, tehát most már Csengert érintve megvalósítottunk belőle több kilométer szakasz, három méter szélesen épül ez a kerékpárút, ez egy aszfaltos kerékpárút lesz és nagyon fontos az, hogy oda szeretnénk az úszodánkat tervezni, ahol a út halad el pont a turisztika miatt, és egy gyönyörű szamos partunk van, füzesekkel tele, amelyben pedig igazából strandot szeretnénk nyitni közösen komlott, a város tervei között szerepel az is, hogy újjáépíti az 1970-es árvíz után lebontott hidat, amely Komlottót és nagy Gécet kötötte össze. A terveket egy kolozsvári mérnök készíti, és előreláthatóan ez is része lesz az épülő kerékpárútnak.